manapság nagy divat, különösen fiatalok körébe eltagadni, hogy miből ki, hogyan merítkezett, hisz ezt nem kellene szégyelni, hát minden egymásra épül, generációk egymásra épülnek, és teljesednek ki, és ettől tudnak újabb és újabb szempontokat hozni. Rám három ember volt nagy hatással, Lakner László festő, Pilinszky János költő, és Erdély Miklós, akit sok irányba lehet megfogalmazni, festő, költő, performer, kiváló tanár, és ez a három embernek az egysége adta meg azt a bázist, azt a gondolkodási alapot, amiből tudtam merítkezni. Vettek fel a Képzőművészeti Főiskolára. Azért mondom, hogy főiskola, mert akkor még ez volt a neve. Most Képzőművészeti Egyetem, de akkor Képzőművészeti Főiskola volt. És nagyon nehéz volt bejutni. Tulajdonképpen 18 évesen egyedül engem vettek akkor föl. Lényeg az, hogy akkor még egy régi nagy generáció tagjai tanítottak, de ez már akkor szinte azt lehet mondani, hogy az utolsó periódus volt, amikor még ezekkel a nagy mesterekkel találkozhattam, mint például Bernát Aurél, Pácai Pál a szobrászatnál, vagy Mikus Sándor, még akkor bejárt egy-kétszer Kmetti János. Ezek a magyar művészet kiemelkedő nagy mesterei voltak. És én szerettem volna mindjárt Szent Iványi Lajoshoz kerülni, vagy pontosabban a Bernát Aurélhoz kerülni, de Bernát nem indított osztályt, és így kerültem a Szent Iványi Lajoshoz, és nem bántam meg, mert egy fantasztikus mester volt. Ő tulajdonképpen a 30-as évek, végén 40-es években élt Franciaországba, találkozott Picasso-val, Bonnárral, Matisse-szal, ezekkel a nagy mesterekkel, és ezt a hihetetlen franciás eleganciát, ezt a könnyedséget és a művészetnek ezt a nagyvonalúságát hozta magával minden órára, minden korrektúra alkalmából. Sajnos a mesterem korai halála után, ki 73-ban meghalt, új mesterek kerültek be a főiskolára, úgy többek között a Bernát is elment nyugdíjba, már nem indított ugye osztályt, Fónyi Géza meghalt, Kmetti ugye már nem tanított, tulajdonképpen Páca is nyugdíjba ment, Mikus is, és ez a nagy generáció egy pillanat alatt lecserélődött, és egy új fiatal, energikus társaság jött be a helyére, többek között Kokas Ignác. Ő egy fiatal, nagyon komoly, nagyon koncentrált ember volt, és én elsőként jelentkeztem át az osztályába a mesterem halála után. És igazából a legfőbb dolog, amit nekünk mondott, hogy vállald, fiam, önmagad, akár a börtön árán is. Voltak nekem olyan újságjaim, amik hajógyári üzemi újságok voltak, és ebbe le voltak fotózva a hónap dolgozói, egyszerűen fekete-szürke kis fotók voltak, és akkor én azt mondtam, hogy ez maga totálisan az élet. Attól a pillanattól kezdve, hogy ez az újság kezembe került, nem tudtam szabadulni tőle, mert ott volt benne mindaz, ami körülvett. Hát ez egy gyári üzemi életnek a helyzete, és a magyar munkásságnak az állapota. A mesterem is egyszerűen nem tudta hova tenni akkor, hogy most mi történik. És azt mondja, úgy fest ezt, mint Velázquez, és te mégis fotókat másolsz. Én nem értem, miért másolsz te fotókat? Úgy éreztem, hogy valami nagyobb művet kellene létrehozni, és szintén az aluljárókat is fotóztam, a föld alatti, meg a metró aluljárókat. Megfestettem 2,5 méteres nagyságba az aluljárót.
Na, amikor ez elkészült, akkor viszont elindultak a problémák a főiskolán. Kijött egy bizottság, és nagyon hosszú ideig abban a műteremben voltak, ahol az én képeim voltak fölakasztva, és nézték, és azt mondták, hogy kész. Ez az ember nem kap tovább nem művészképzőt, plusz még én már túlkoros voltam akkor, és ezután nem sokkal megkaptam a katonai behívót. A katonaság letelte után én újból megpályáztam a Derkovics ösztöndíjat, mert amikor először megpályáztam, természetesen azonnal elutasítottak. Ez a Derkovics ösztöndíj akkor a fiatal művészek számára egy fantasztikus lehetőség volt, mert annyit jelentett, hogy kaptunk havonta egy összeget, plusz vásárlás is volt az állam részéről. Tehát ez egy óriási segítség volt az induláskor, és így ebből a 3000 forintból ki tudtam jönni, és tudtam anyagot vásárolni, és tudtam dolgozni. Tehát már ez a fajta indulás is nagyon nehéz volt. A másik pedig, ugye már a főiskolán, sőt a főiskolát jóval festettem azokat az elhagyott gazdátlan temetőket, zsidó temetőket, amik akkor körülvettek vidéken is, és ebből csináltam egy programot. Mindenki meghalt, ki Bergen-Belsenbe, Auschwitzbe, haláltáborokba, senki nem jött vissza, és ott voltak ezek a kövek, némán, beburkolva a zölddel, a fák már ráhajoltak, és alig lehetett megtalálni őket. És akkor én ebből egy olyan programot csináltam, hogy elkezdtem földolgozni és megfesteni úgymond a gazdátlan temetőket. 1980-ban az első igazán úgymond jelentősebb kiállításom volt, ez a Stúdió galériában történt, és óriási visszhangja volt. Nagyon kemény sajtó, ugye negatív sajtót kaptam rá a hivatalos lapokba. Viszont a közönség hihetetlenül mellé állt a kiállítás mellé. Ettől aztán nem azt mondom, hogy egy nemzeti hős lettem, de egy nagyon pozitív figurává nőttem ki magam. Úgyhogy tulajdonképpen a velencei biennális anyagát akkor a Nemzeti Galéria igazgató helyettese Csorba Géza válogatta, hogy szakszerűen fejezem ki magam, politikai szakszóval, népfrontos volt a kiállítás, az öreg nagymesterektől kezdve a fiatalokig bezárólag mindenkitől egy képet vittek ki, hát tulajdonképpen egy összképet akartak mutatni akkor a magyar művészet helyzetéről, de mégis ott voltunk a velencei biennálén, és egy nagy képpel szerepeltem, az egyik föld alatt is képemmel, amit már a főiskola után festettem. Ez egy 160x220-as kép volt, és olyan sikeres szereplés volt, hogy még a Szabad Európa is foglalkozott ezzel a kiállítással. Egy kicsit, minthogyha enyhült volna a helyzet, ki tudtunk menni, és így kerültünk ki, aztán Kasszeli dokumentára, azt hiszem 81 vagy 82-ben volt, most hirtelen nem jut eszembe, és a bázeli Kunstmesszére. Elkezdtem gondolkodni, hogy most melyik, hogyan menjek tovább. És 1986-ban kaptam egy római ösztöndíjat, szóval akkor már lehetett érezni egy más típusú levegőt, hogy szabadabb kicsit az ember, és ez az ösztöndíj is nagyon erősen felszabadította az embert, hisz akkor egy egész római sorozatot festettem. De visszacsatolva a 80-as éveket, kaptunk egy meghívást például Prágába, Brnóba, tulajdonképpen akkori Csehszlovákiába, és fantasztikus élmény volt Prágába a Sefcsik házaspárral találkozni, akik hihetetlenül agilisen, intenzíven
szervezték a, már akkor a cseh művészetnek a nemzetközi bemutatását, és az egész társaságot meghívták egy vacsorára, és végig vetítették az akkori cseh művészetről a képeket, és szerveztek egy olyan programot, ahol idézőjelben az underground cseh művészetet bemutatták, kis busszal mentünk különböző művészekhez, soha nem felejtem el Jitka Valovához és a testvéréhez, egy hihetetlen élmény volt, mindjárt már egy üveg pálinkával fogadtak bennünket, még be se léptünk az ajtón, de már akkor kellett írni a pálinkával, egy nagyon jó hangulatú dolog volt, vagy a Jirzsi Dáviddal, és aztán ebből ki is alakult egy nagyon jó kapcsolat, hisz 1997-ben volt Bécsben a nagy életmű kiállításom, a Palais Liechtensteinben, a mostani Mumok elődje volt ez Bécsbe, és Hegyi Loránd egy nagy kiállítást rendezett a műveimből, és ennek a katalógusába fölkérte a Sefcsik házaspárt, hogy írjanak egy szöveget, és egy nagyon fantasztikus, elemző, kitűnő szöveget írtak a képeimről. Ez a 80-as évek közepe tájékán volt, az első felébe inkább, amikor lementem tárcra a műterembe, és festettem egy képet, egy Dégi ciklushoz kötődő képet, és nagyon elégedetlen voltam vele. Megfestettem rajta az alakokat, tulajdonképpen majdnem, hogy egy ilyen, nem hiperrealista, de egy realista mű született belőle. És ez egy 2,5x2,5 méteres kép volt, és aztán másnap kimentem a műterembe, és fogtam egy rongyot, és kitöröltem a figurákat. És ettől aztán egy olyan helyzetbe kerültem, hogy jelen voltak a figurák, és mégse voltak jelen, ott volt a táj, átjárta a fény, az erdő, minden, és az egész létezés ott pulzált a képen. Egyszerűen egy új helyzet állt elő, pontosan az, amit szerettem volna. És akkor elkezdtem ezzel aztán komolyan, tudatosan foglalkozni, és akkor egymás után születtek ezek a képek. Míg nem, 1988-ban megszületett a balkon, sárga-fekete világ, és ettől a képtől kezdve elindult a sárga-fekete periódus, amiből aztán 1990-ben a Velencei Biennálén egy nagy kiállítást, egy nagy anyagot tudtam bemutatni, Nérai Kati segítségével, aki a kurátora volt a Velencei Biennálé magyar pavilonjának. Igazából egy nagy mérföldkövet jelentett az én életemben, hogy 2000-ben megkaptam a Kossuth díjat, és akkor valahogy úgy éreztem, hogy itthon vagyok és megérkeztem. És 2000 után elindult egy újabb sorozat, ahol az átrajzolt figurák háttérbe szorultak, és ebből egy nagy kiállítás és katalógus is született, amit Budapesten a Kogártba mutattam be. Utána pedig azt lehet mondani, a legmeghatározóbb periódus, ami napjainkig is tart, ez a Tondók. Én úgy érzem, hogy ezek az egyszerű, banális, hétköznapi jelenetek önmagukba hordozzák mindazt, ami lezajlódik a világba. Nem direkt, hanem sokkal mélyebben rezonálnak a dolgokra, nem felszínen mozognak, nem helyzetképek, hanem annál sokkal mélyebbek, valahol megpróbálják kutatni azt az igazságot, ami az egész létezésünket mozgatja.